Nem mind juhász, akinek botja van, tartja a mondás. Az igazi pásztornak a mesterségéhez tartozott, hogy a lovat szőréről, ökröt szarvaállásáról, bárányt bőgéséről, általában mindenféle jószágot lényeges és lényegtelen jegyeiről felismerje, nemét, állapotát, korát meghatározza, hogy melyik gazdához tartozik, melyik anyától származik, és micsoda nevezetes dolgok estek vele életében. Általában izgága, betyáros embereknek tartották a juhászokat. A 18-19. Században a vendégfogadósok, csárdások figyelmét felhívták, ne engedjék éjjel-nappal a pusztai magányosságban felgyűlt virtust kiélni. A legelőktől távol eső falvak kocsmáiban időző pásztorokra számos panasz érkezett. Így rendszabályozásukra a 19. Században több határozatot hoztak. Általában olyan juhászt fogadtak, aki beleszületett a pásztor életbe. A jó pásztorkodás alapja az odafigyelés, a jószág szeretete, a mindenkori jelenlét. A juhot úgy kell szeretni, mint a családot. Az érvényesülés a józanságon, a csalafintaságon és a szerencsén kívül nagyban függött a juhász hozzáértésétől is. Minden juhásznak az volt az élet célja, hogy egyre több jószága legyen. Sok helyen pedig öregségükre házra gyűjtöttek. Majoros András árva gyerekként látott napvilágot, de az uraság juhászai befogadták, akiktől megismerte a pásztorkodás tudományát. A földesúr úgy bánt vele, mintha a saját gyermeke lett volna. 1891-ben megnősült, majd a házasság kötés után elszegődött bojtárnak. 7 gyermeke meghalt, egy fia a háborúban eltűnt. Németi János családjából hozta a szakma szeretetét. Mindig jó pásztor akart lenni. 1959-ig édesapjával magatarti juhász volt. 1962-től a TS-ben dolgozott juhászként. A Balmazújváros környéki pusztákat bejárta. Életében még soha nem unatkozott. Fia tovább viszi a családi hagyományt. Tóth Gyula magas, szikárember. 1956-ban már juhászbojtár. 17 éves korában az Ebesi Állami Gazdaság juhásza. 1980-tól saját nyáját legeltette. Élete javarészét a juhok között töltötte. 44 év, 138 nap juhászkodás után vonult nyugdíjba. Pásztorfogadás, szeptember 8-a. Kisasszony napja, a cseléd és a pásztorfogadás napja. Bárányleválasztás, szeptember 17-e. Zsófia nap, a juhászok ekkor választják el a bárányt az anyától. Juhászbeállás, szeptember 29-e. Szent Mihály napja, a juhász elszegődésének az ideje. Számadás, október 26-a. Dömötör nap. Ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal. Pásztorünnep, október 20-a. Vendel nap. Szent Vendel a gazdák és a pásztorok védőszentje. Beszorulás, október 26-ától november 1-ig. Dömötör napot követően kezdődött a nyáj behajtása a faluhoz közelebb eső legelőkre, vagy a település belső részeire. Pásztormise, december 24-e. Szent nap. Karácsony ünnepének második szent miséje. A Jézus születésének örömhírét elsőként halló és a betlehemi jászolhoz siető pásztorok emlékezetét őrzi. Kihajtás, április 24-e. Szent György nap. Az igazi tavasz kezdete, amihez számos hiedelem, szokás fűződött, amivel az állatok egészségét, szaporaságát, tejhozamát igyekeztek biztosítani. A fejés kezdete május 1-e. Ekkor kezdődik a sajt és a túró készítése. Birka nyírás, május 15-től 20-áig. A juhok nyírásának időszaka. Felmondás ideje, június 8-a. Medárd nap. Ha valamelyik juhász nem akart tovább szolgálni, akkor felmondhatta a szerződést. A juhász napirendje. Tavasz, áprilistól májusig. Reggel 7 óra és 8 óra között kihajtás. Délután 6 és 7 óra között behajtás. Nyár. Június.
Reggel 6 és 7 óra között reggeli kihajtás. Július, augusztus. 4 óra 49-től 5 óra 18-ig a juhok kihajtása. 10-től 11-ig a nyáj összeáll, és levegős széljárta helyen tölti a juhászdelet. Délután 3-tól 4-ig újra mozdul a nyáj, és este 10-től 11 óráig legel. De ha harmatos volt a fű, soha nem indították el, amíg az fel nem száradt. Féltek a vizes fű okozta felfúvódástól. Az alföldi pásztortanyán asszonynak nincs helye. Legfeljebb a fejős juhász viszi ki újabban nyarat szaka a feleségét a fejés idejére. A rideg állattartással foglalkozó juhászok általában nőtlen férfiak voltak. Életüket legelőkön, pásztorszállásokon élték le. Rideg szavunk nőtlen, nem házas jelentése a 16. század óta jelen van a szóhasználatban. Szerelmi életük a pusztai csárdákhoz, részint a falusi társadalom peremén élő prostituáltakhoz kapcsolódott. Kiskunsági jegyzőkönyvek főként pásztorokkal kapcsolatban szólnak a nemi élet közösségi normáinak deviáns megszegéséről. Később egyre több juhász megnősült. Feleségeik külön csoportot alkottak a falvak női körében, a közösség peremén helyezkedtek el. A pásztor szervezeten belül maradt fenn legtovább a merev, patriarchális családszerkezet, amelyben például az asszony nem étkezett együtt a férfiakkal. A nyáj őrzése, fejlődése, a gyapjú nyírása, a tej feldolgozása során sokat számított a család összetartása. A pásztor felesége és gyermekei aktívan és hasznosan kivették részüket az állatok gondozásában. Melyik napot a TS irodán beszélgettünk, aztán én azt tanáltam mondani, hogy a juhászok felett úgy ment el ez az utóbbi 30 esztendő, hogy nyoma sem maradt rajtok. Ma már hodályok vannak, munkáslakások vannak, télen, nyáron jó helyen van az ember, nem ázik, nem fázik, mint ahogy volt. Emlékszem pontosan arra, amikor 1952. május 24-én a polgári köves út mellett a lánctalpas traktorok beleakasztották ároknyitó ekéiket a szűz legelőföldbe, fekete árkokat hagyva maguk után. Látva az addig csak pásztorkodásból élő felnőtt pásztorok szomorú arcát, bennem is egy leírhatatlan szomorú elkeseredés tört fel. Akkor úgy éreztem, valaminek vége. A kutakról a gémek lekerülnek, helyettük szivattyú állások jelennek meg. A cseber helyett benzin vagy villanymotor meghajtású szivattyúval töltik az itatóvájukba a vizet. Az őrzést villanypásztor végzi, amihez már nem pásztorra, hanem villanyszerelőre van szükség. A természet elemei által alakított markáns, természetes, nyílt, őszinte, megnyerő arcvonások napjainkra úgy érzem annyira ritkán láthatók, ami a mai ember számára kellemesen, különösnek, megnyerőnek tűnik. Napjainkra ezek az arcvonások, úgy is mondhatnám, kimentek a divatból.